Na, sziasztok fiúk és lányok! Én Turbinyó vagyok, és jelen pillanatban Stranded Deep-el fogok játszani. Mint azt, hogy tudjátok, ez a játék, ez egy túlélő játék, olyan, mint a Forest, csak ez esetleg kicsit más szemszögből közelíti meg ezt a szekciót. Viszont, amit erről a játékról tudni kell, hogyha láttátok már a Szám kivetett című filmet, akkor kb. Ugyanazt az élvezeti faktort érhetjük el, csak játékban, mint amit a film adott. Úgyhogy, csobbanjunk is bele, és nézzük meg, hogy milyen a játék. Úgyhogy start game! És nézzük, hogy mit is tud a játék. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert konkrétan már hetek óta próbálok ezzel szemezgetni, így nézek rá, mint amikor látsz egy jó nőt lenne a kocsmába. De megfogdosnám! Na ez kb. Ugyanez, csak a játék szekcióba. Itt vagyunk fönn a repülőn! Itt vagyunk fönn a repülőn! Hoppá, hoppá, hoppá! Elég jó. Hello. Szióka. Ó, pilóta uraság! Orange red mouse button, okay. Hello pilóta urak! Remélem minden jól működik. Lol, ezt ki lehet nyitni, mert be lehet csukni, de kemény. Okay. Cocktail. Lol. Most ez mi? Tab? Baszd meg, én berúgok a játékba! Zuhanjunk le! Head back to your seat. Okay, it's going to be a long fly. Okay. Akkor visszamegyünk, leülünk ide a laptop elé, és nyomunk egy jó Minecraftot! Mit szóltok? Nem lehet inni még egy kis bort, vagy valamit? Nem mi. Minden lehetne, de mi nincs bekapcsolva a laptop, annyira rossz. Érted, itt ülök bazen, mint egy rohadt ló, bazd meg azt, még a laptop sem megy. Hoppá, úgy érzem, némi lyuk keletkezett a gépen. Valaki nagyot fingott, bazd meg, ezt berobbant az előbbi koktéltól. Ó, de jó. Teljesen jó. Break of Fox Lot 62, zuhanunk, bassza meg! Nem baj. Ezúttal megengedem, hogy lezuhanjunk. Nem baj, semmiféle probléma nincsen. Mindjárt le fogunk érni, ide érzem, mindjárt jön egy Predator, azt megment. De nem. Ezt jól lefejeltem, ezt az asztalt. Ezt csúnyán lefejeltem. Vagy nem? Ű, bazd meg, várjál. Hoppá. Oxigén. Aha. Akkor az a kurva lyukon, ami ott van lent. Ott lemegyünk. Aha. Úristen, de jól néz ki. Itt egy pohárka. Kivelte, mi van? Hoppá! Némi menstruációs folyadék, úgy nézem, hogy ott... Hoppá, egy mobil. Azt lehet, hogy zsebre basznám. Jó, hát akkor nem. Akkor nem. Hoppá, egy oxigén. Hallod? Full itt kezdődik a film! Ez itt micsoda? Anyád! Hányadika van? Egy dátumot, valamit? Na jó, akkor ne. És akkor ide beültünk, és akkor ez így jó lesz. Hoppá, az mindig... Ez nem szipan be? Hoppá, nem. Ez inkább pukkan! Na nem problematika, teljesen jó! Ez eddig teljesen hétköznapi repülés, nem? Úgyhogy a malév, köszönjük, hogy a malévat választottuk. Hű, bazd meg. Anyád, de jól néz ki. Aha. Menjünk ki oda a partra. Hoppá! De kemény! Ez nagyon tetszik! LOL! Ez kurva jó, várjál! Így. Aha. Teljesen jó, hogy a hajó és a kis tutajunk közepén nevezni. Ah, nem baj, ennyi hiba kell, hogy legyen. Ó, szent kamuflás, de kurva jól néz ki! Amúgy gyerekek, én úgy beadnék egy ilyet! El tudom rakni? Nem. Kúval eldobom. Ugye ez itt fog maradni fixen. És hol a repülőm? Semmi? Csak úgy hello, szia! Akkor hello, szia. Ez nagyon jól néz ki! LOL. És mit tudok ezzel csinálni, azon kívül megfogtam? Palm tree. Komolyan mondod, tényleg ez egy fenyőfa? Vagy fenyőfa, de hülye vagyok, bazd meg, pálmafa? Kókusz! Azt ott nekem le kell vernem, mint Rozi néni a lovat! Na várjál, nem baj, de várjál már, itt tuti biztos, hogy van egy csomó minden. Ah, egy kő. Kővel nem tudom ledobni? Ledobni, egy jó dobás. Idő. Oké, 8 óra 20 van. Teljesen jó. Le tudok guggolni, ugrani tudok, de melyik gombbal dobom el? Egyikkel se? De a jó, izé Q-val. Hát az teljesen jó. De várj, de nekem... Ez nagyon szép ez a játék, halljátok, annyira beadnék egy ilyet így a real life-ba. Csillag! Csillag! Várjál! És milyen mosztatot kéne itt csinálnom? Tehát most tök jó, hogy ide le vagyok dobva ide a semmi közepére, tab. Aha. Várjál. Pocket knife. Oké, okay. Good cutting tool with average durability. Oké. Rendben. Jó, hát akkor figyelj, nem tudunk vizet tölteni? Ne, opa, elég jó a izé.
az árnyék. Na nem baj. Hoppá. Hoppá, az nekem kell vissza. Oké, várjál, de ez mind szép és jó. Várjál, akkor vegyük elő a kést. Az árnyék az elég menő. Hello árnyék! Szia! Várj, és mi ez a hátborzongató zene most így a háttérben? Várj, ezt ki tudom vágni ezt a fát? Na ne szivas, ha ott halálfrankon csapkodom a fát. Csop-csoppolom a fát. Aha. Egyre menőbb. Figyelj, nézd, itt távolodik el az alja. Hoppá. És kidőlt ez a szar. Az korrekt. Az korrekt. És mi most még ezt is vágjam el, vagy ez most hogy működik? Várj, tegyük el mindent a kezünkből, meg kell fogni, vagy ez hogy működik? Most az halálfrankon kérdezem, hogy rugdosom meg, vagy most ezzel mit csinálok? Oké, van egy alsó felső része, tök jó. Oké, oké, még a lombokat is el tudom takarítani, tök jó. És hol van az én izém? Kókuszom! Halló, kókusz kérek! Kókusz kérek! Basszus! Aha. Aha. Hát mind szép és jó. Aha, jó, hát ez ilyen not working yet kategória. És tűz. Felgyújtani nem tudom. Semmi. Na elszívassál már. Jó, hát akkor ez itt egy eléggé befucsolt terv volt, Norvikám. Na nem baj, szard le. Szard le. Teljesen jó. Ez teljesen jó volt. Halló, de most komolyan ez, hogy tudom itt felszedni? Mert nyomom az E-t, nyomom a Q-t, nyomom a bal klikket, jobb klikket, mindent. Aha, de rúgdosni azt tudom. Aha, teljesen jó. Oké, okay. És hogyha olyat látok ki, amin van kókusz, az jobb lesz. Ó, szegény fát, 20 évig is üthetem, hallod? Fú, valami erősebb tudatot kéne szerválnom, mert ez így nagyon, nagyon erdja. Azért meg kell mondjam, ez nagyon erdja így, hogy 80 év mire egy fát kivágok. Lejött a kókusz, ott van. Ott a kókusz. Aha, és akkor most a szét kell törnöm valami kövön. Oké. Okay. Ez még mind szép és jó, de ezt most halál komolyan kérdezem. Oké, okay, de most már tök jó, hogy 10 óra van, 2 órát elbasztam a semmivel. Mhm. Nincsen valami izé, options. Oké. Okay. Drop, use, drag, oké. Okay. Aha, konkrétan semmi információ nincs azzal kapcsolatosan, amit kéne csinálnom. Aha, ez teljesen korrekt. Na nem, akkor hajózunk tovább, tuti lesz valami olyan sziget, amin lesz valami effektív tutoriál téma. Vagy nem? Vagy én csak ilyen naív vagyok? Vagy ez most hogy működik? Nem tudom, tényleg komolyan kérdem. Vagy várjál, úgy, hogy ezzel még ütni se bírok. Vagy ez nem tudom, ezt komolyan nem tudom, hogy működik. Na nem baj. Ezt gyorsan megfogjuk és haladjunk. Menjünk mondjuk oda szembe, arra a másik szigetre. Nézzük meg. Sziasztok halak, gumihalak! Én mindjárt beviszek az állatkereskedésbe és eladnak 201 kilóját! Ja. Basztus, hogy le akarok menni a víz alá. Ez hogy néz ki? Lol, de kurva jól néz ki. Lol, ez nagyon tetszik. Ez nagyon jó. Tuti mindjárt jön valami izé. Epic cápa. És Cápeti, a két kopoltyú zseni! Na várjál. Most menjünk először át arra, melyik tűnik közelebbinek. Ó, anyám, mire odaérek, addigra kinő a szakállam. Na nem baj. Adjunk neki egy pofont, teljesen jó, várjál, haladunk. Basszus, de így úgy be fog minket támadni a cápa, mint a Rozmár nénének a süvegét. Na nem baj. Majd megoldjuk. Hű, vazeg. Remélem nem jön itt valami epic tsunami, vagy valami izé rettenetes nagy izé rája az arcomba. Várj, itt nézzünk bele a vízbe, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy itt mennyivel másabb. Anyád, de csúnya hal vagy! Lionfish! Ah! Oké, szerintem ez megszúrt, nem gyengén. Jó, hát akkor ezt hanyagoljuk, ezt a halat, vagy ezt a valami képződményt. Oké, okay, várjál, melyik volt az a sziget? Onnan jöttem, oda megyek. Jó, haladok. Hát akkor a Lionfish úgy megszúrt minket, anyám, mint valami izé, nagyon csúnya szájbetegségben szenvedő emberkének a fogkő leszedése utáni tű. Na várjál, haladjunk. Egy pár perc is odaérünk szerintem, teljesen jó. Addig eljátszunk, keresünk egy Wilson nevű labdát. Vagy várjál, igazából, hogyha azt nézzük, nekem már van is, és itt van.
Nézd, itt van ő. Ő lesz nekem Wilson. Aha. Wilson, haladunk. Mindjárt ott vagyunk, hallod? Ki ne essél a vizél tutajunkból, mert agyvérzést kapok, Wilson. Csak mondom. Hú. Ő az egyetlen utitársam, Wilson. Teljesen jó. Anyám, mit soha nem érnék oda, hallod? De most halál komolyan, haladunk egyáltalán? Wilson, ki ne essél a kurva izéből, mert elfenekellek! Na várjál. Hallod, komolyan, oda fogok egyszer érni? Ja, mert távolodok, úgyhogy egyszer csak oda fogok érni. Addig kb. Így csinálok. Mert mire odaérek, addigra kinő a tényleg az összes létező melszőröm. Na várjál. Jó van, Wilson a kókuszgolyó még mindig működik. Ott meg az a gumihal. Teljesen jó. Hogy 40 év mire odaérek, bazd meg. Tehát komolyan mondom, addigra lehet, hogy olyan szemöldök szőröm lesz, bazd meg, mint David Copperfieldnek. Hallod? Soha nem érek oda. Ezt komolyan mondom. Hallod? 8 év. Nincs valami közelebbi sziget? Nincs. Most már tényleg kim vagyok alá faszán, közepén. Hallod, egy kurva kibaszott tengernek a köldökébe úszok befelé, a lefelé, a mélybe, bazd meg. Hát ez nagyon no comment. Viszont le ne essél, mert tényleg a gyoruglak. Na nem baj. Teljesen, totálisan meg a jó. Na várjál. Most már tényleg csak perc a kérdés és oda fogok érni. Anyám. Ez az effektus, amikor csak ezt csinálom. Mindjárt ott vagyunk, már fél méterre van csak ez a szar! De az igazság, hogy miközben haladtam, rájöttem arra, hogy konkrétan a nap az kezdi kisütni a bőrömet, nézzétek? Elég durván kipikkelyesedtünk, szóval lehet, hogy kéne valamit csinálni a bőrömmel, mert konkrétan szerintem így elmennék egy randira, az meg mindenki azt hinné annak, hogy valami epic geek vagyok, vagy én nem is tudom, valami bajom van, hogy például leszáradt a bal karom. A jobb kezemben semmi nincsen, az nincsen baj. A bal karom ellentétben olyan, hogyha valami kolera járványjal fertőzött üveget törtem volna szét rajta. Na nem baj, haladjunk. Már csak másodperc a kérdés, és ott vagyunk azon a Redcast szigeten, amire már 8 éve utazok. Ha gyerekek, ha vagy 10 percen nem megyek egy irányba, akkor egy percesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Stranded Deep nevezető játék készítői, hogy 80 évig kellett tutajoznom bazd meg egy kurva irányba, hogy elérjek a másik szigetre! De így legalább megvan az a feelingem, hogy tényleg egyedül vagyok egy kurva kibaszott nagy víz közepén, úgyhogy teljesen jó. Valami árnyékot kéne keresnem, vagy valamit, mert ez így nagyon nagyon erdja. Gyere Wilson! Menjünk, haladjunk. Mert ez így nem lesz jó. Mit szólnál Wilson, hogyha mondjuk ide így beülnénk, ide. Nézd. Mondjuk most mondok, ez itt egy tök jó anyád. Várjál, Wilson maradj itt. Körülnézek, hogy ez itt micsoda. Mekkora király. Anyám. Itt is van egy nagy Wilson. Ez az eredeti film számkivetetből a labda. Ja. Na de várjál, ez még mind szép és jó, hogy nekem ennyi minden cuccom van. Anyád, várjál, ebből van valami. Lol. És ez mi a szar? Oké, ez lehet craftolni ebből bármit, tök jó. Szeretném kéne még vagy 8-at, na nem baj. Na de várjál, akkor most kezdjünk el építeni valami kis kuckót, mert ez így eléggé járja. Jó, hát akkor itt nem tudok semmit sem levágni, semmit sem megcsápolni. Teljesen jó. Ezt meg tudom egyáltalán vágni? Aha. Anyád, várjál, kötelet csináltam. Bazd meg, kötelet csináltam ebből a szarból. Nézd! Ez megcsápolom kétszer, háromszor, négyszer. És bazd meg, kötél lett belőle, vagy ilyen papucs, vagy nem tudom mi. Te kemény. Ja. Kraftolásra és építkezésre teljesen alkalmas anyag. Na, ez nagyon király, ez nagyon király. Na, akkor most már megvan nekünk, viszont teljesen jó. Ez már aztán valami, nagyon szépen köszönöm. A következő részben megnézzük, hogy építkezünk, vagy esetleg mit tudok csinálni ebből, illetve hogy Wilson, amit fogunk csinálni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, köszönöm szépen, Def, hogy kölcsönadtad a Steam-re kommentet, hogy kipróbáljam a játékot. Lehetek jók, én Turbinyó voltam! Sziasztok!